Milyennek láthatja a világot az újszülött, amikor szeme megnyílik a fényre? Nincsenek tapasztalatai, nincsenek emlékképei, s így érzékletes benyomásainak nincs, nem is lehet jelentése. Nem lehet számára valami sem új, sem ismerős, mert nincs még meg a benyomásoknak az a háttere, amelyhez viszonyíthatóak lennének. Az újszülött tehát olyan szemléleti világban él, amelyben a dolgok mozgását követve minden folyton változik, de tapasztalati háttér hiány a változást megragadni sem képes. Az újszülött világa így tüneményszerű képekből áll. Minden helyzet, önálló látomás, mivel változást nincs, nem lehet állandóság sem. Néhány hónap alatt azonban megtanulja a gyerek, hogy a külvilág dolgait a megvilágítástól, a látószögtől, a távolságtól függő változások ellenére is állandóknak lássa. És ahogyan a tárgyaknak, a dolgoknak tapasztalat hiány nincs állandóságuk, éppen így, ugyancsak tapasztalat hiány nincs a csecsemőnek, a kisgyereknek élménye arról sem, hogy ami vele történik, annak ő maga az alanya. A csecsemő számára nincs én és nem én. Az az élmény, hogy ez az én kezem, az én lábam, hogy én vagyok. Ez az élmény nagyon lassan, nagyon hosszú fejlődés során alakul ki. Egyik értékes tudásunk, és ezt a tudást tulajdonképpen Henri Vallon, francia pszichológusnak köszönhetjük, egyik értékes tudásunk az, hogy önmagunkat a másikhoz viszonyítva ismerjük meg. Azt, hogy én vagyok, ezt úgy ismerem meg, hogy valahogy rájövök arra, hogy van egy másik, aki nem én vagyok. Már az első évben megfigyelhető az, hogy egy másik személynek a puszta jelenléte az egész kisgyerekből érzelmi feszültséget vált ki. Ez a másik esetleg semmit sem csinál, nem is kezdeményez kontaktust, csupán jelen van. És ez a jelenlét, tehát az embertársnak a prezenciája, elegendő ahhoz, hogy a gyerek viselkedése egy árnyalattal megváltozzék. A másiknak a jelenléte, a társnak a jelenléte, a viszonyítási alap, amelyen az énnek az élménye megjelenik. Nos, az énről és a másikról való tudás nagyjából egyszerre alakul ki a kisgyerekbe. Csak akkor tudja ezt, hogy én vagyok, ha tudja, hogy van másik. Erről a folyamatról, ami társaszempontú gyermeklélektanunk, már meglehetősen sokat tud. És most megkérem Binét Ágnes gyermekpszichológust, hogy az én élmény alakulásáról mondjon el néhány tapasztalatot. A gyereknek a fejlődés minden lépését be kell gyakorolnia. Amikor fogni kezd, mindent megmarkol, amikor nyúlni kezd, folyton nyúl. Egy ideig meg az a fő foglalkozása, hogy hátáról a hasára fordul. Az új fejlődési vívmányok gyakorlásának, a lélektanban így nevezzük a funkciógyakorlásnak, van egy olyan velejárója is, hogy a gyerek egyre jobban megérti a helyzetet, amiben a cselekvése beletartozik. Nem csak megérti, egyre inkább ura is lesz a tevékenységnek, amelyet gyakorol. Így gyakorolja a harmadik életévben az én élményt. Ezt a gyakorlást sajátos játékok mutatják, az oda-vissza játékok. Ezeknek a játékoknak az első jelentkezésekor az öröm színezet ugyanolyan még, akármelyik szerepet játsza is a gyerek,
Akár ő gurítja a labdát, akár neki gurítjuk, akár adja, akár pedig kapja. Mintha a partnerek cselekvései, gesztusai fölcserélhetőek lennének egymással. Az a benyomása az embernek, hogy az élményében nincs benne az, hogy én csinálom, és hogy a másik csinálja. Mintha mindegy lenne. Mintha ezt a kétféle dolgot azonos módon élné meg. Egy idő múlva azután elkülönülnek a szerepek a váltogatós játékokban. Annak, amit én csinálok, más az élményszínezete, mint annak, amit a másik csinál velem. Ezekben az én élmény gyakoroló, oda-vissza játékokban kezdetben csak az jelzi a másik elkülönülését, hogy egyáltalán van két szerep, hogy van másik. Azután a gyakorlás során fokozatosan elhatárolódnak a szerepek, én és nem én és te, hozzám és hozzád, nekem és neked, ez már nem helyettesíthető egymással. A két szerephez más és más arckifejezés, más és más mozdulatok, más és más hangok tartoznak. Rendszerint kifejezésre jut ez a gyerek beszédében is. Ilyenkor kezd el egyes szám első szemében beszélni, ha csak a környezetében nem hall mást, és szavai között nagy gyakorisággal szerepel az én névmás. Mindjárt hallani fogjuk egy példán, hogy az én élmény, az én szavaknak a kiejtése milyen szenvedélyes megnyilatkozás ebben a korban a gyereknek. A gyerek, aki a példában szerepelni fog, János, ezen a napon 2 éves, 5 hónapos, 23 napos. Az anyja azt kérdezi tőle egy játékos párbeszédben, ki vagy? Erre ő saját nevét mondja, egyes szám első személlyel fejezi ki, hogy ezt önmagára vonatkoztatja, majd utána játékosan felsorolja mindazokat a beceneveket, játékneveket, ahogyan őt a környezete és ő önmagát nevezte, még az én szó használata előtt. Te ki vagy? János fiú. Én. János. Torpa farkas bukci vagyok. Fiúkutya. Melikó fiúkutya vagyok. Én vagyok a kutyus Nuni. Buksi, Nuni, fiú. Ezek voltak a játékból merített dajka nyelvi nevek, amiket ő most sorban megismétel, és most mind ezek az igazi névvel, a Jánossal együtt besűrűsödnek az én szóba, és adják az élmény hátterét annak, amit ez a gyerek 2 éves, 5 hónapos korába énnek nevez. Tehát új igény jelent meg. Új viselkedési mód alakult ki. Az a nagyszerű örömtöblet a 3 éves gyerek cselekvésében, hogy én mondom, én csinálom. És ez, mint élmény, átszínezi a világot. A helyzetek megoldásához új mozzanat járul. Az, hogy én legyek az, aki a helyzetet megoldja. Mindeddig, ha a gyerek mondjuk a szekrény tetején lévő színes dobozt akarta, azzal akart játszani, akkor elegendő volt az, hogy valaki odament a környezetéből, levette, odaadta neki, és ő játszhatott vele. A fejlődésnek ezen a szintjén, az én élmény megjelenése után ez már nem elegendő. A helyzet megoldásához most már az is hozzátartozik, hogy én legyek az, aki felmászik a dobozért. Én legyek az, aki leveszi onnan. Nos, ennek az új igénynek a próbálkozásai, amint látni fogjuk, akadályokba ütköznek. Hiszen a gyerek gyakran nem éri fel a polcot, mert még kicsi. Vagy nem tudja megfordítani a karosszéket, amire föl szeretne állni, mert nem elég erős. Vagy a mozdulatai nem elég összrendezettek még. A doboz kicsúszik a kezéből, kilöttyenti a vizet a pohárból. Ügyességének és erejének határai korlátokat szabnak a cselekvésének.
szükségszerűen állít veszélyelhárító korlátokat a környezete is. Nem szabad kihajolni az ablakon, nem szabad betaposni a virágágyba. A pszichológiai vizsgálatok azt mutatják, hogyha egy igény kielégítése akadályokba ütközik, ha egy vágy teljesülését meggátolják, akkor az élőlényben kínos feszültség keletkezik. Ezt a feszültséget, az akadályoztatásnak ezt a kínos élményét, a vágynak ezt a külső eredetű meghiúsítását a lélektanban frusztrációnak mondjuk. A frusztrációs feszültség szükségszerű együttjárója a fejlődésnek, hiszen nem képzelhető el kultúránkban olyan környezet, amelyben a fejlődő gyerek cselekvései ne ütköznének korlátokba. A frusztrációs feszültség keletkezését és természetét sokat vizsgálták a pszichológiában. A legnevezetesebb kísérletek a német fasizmus elől Amerikába menekült pszichológusnak, Kurt Lewinnek a nevéhez fűződik. Kurt Lewin végezte el munkatársaival együtt a következő vizsgálatot. Mondhatnánk azt is, hogy kísérletet. A kísérletben az első helyzet egy játékszoba volt. A gyerekek egyenként kötetlen helyzetben játszottak néhány igen egyszerű tárgyal. Ez csupán arra szolgált, hogy a tevékenységi színvonalukat meghatározzák, a játék színvonalukat. A következő alkalommal, ez volt a második helyzet, a gyerekek ismét ugyanabba a játékszobába vitték be. Akkor azonban a szobának az egyik oldalán egészen új játékok voltak, az egész szobarész másképpen volt megvilágítva, érdekes, vonzó, csábító játékok tömege volt kirakva. Ezeket a játékokat a szép kiállításuk mellett főként azt tette vonzóvá, hogy minden darabjuk működött. Minden mozgott és mozgatható volt. A villany égett a babaházban, a játéktelefon csengett, a játéktejáskannában meleg víz volt, egy kis tavon berregett a hajó. A gyerek egy ideig játszott egy csodálatos játékszerekkel, majd a kísérletvezető azt mondta neki, most hagyd abba, most átmegyünk a szoba másik részébe. Akkor átmentek a szoba másik részébe, abba, amelyik ekkor nem is volt különösképpen megvilágítva, és a vizsgálatvezető egy átlátszó dróthálóval, mint ráccsal, lezárta a szobának azt a részét, ahol a csodálatos vonzó játékok voltak. Sőt, a dróthálóra még egy jókora lakatot is tett. És ezzel kezdetét vette a harmadik játékhelyzet, amikor a gyerek ismét a maga szerény kis játékszereivel játszhatott, éppen úgy, mint az első alkalommal, azzal a különbséggel, hogy közben a lelakatolt dróthálón át láthatta a vonzó, szépséges játékokat. Ez a harmadik helyzet, ez volt a kísérlet frusztrációs szakasza. Igazi frusztrációs helyzet. Az egész olyan, mint a nevezetes Derkovics kép, amelyen a gyerekek a kirakat üvegre nyomják az arcukat, az elérhetetlen vágy áll ott a kirakat előtt. Ebben a frusztrációs helyzetben 15 percig figyelik a gyerek játékát, tevékenységének színvonalát. Majd a lakatot eltávolítják, a dróthálót felhúzzák, és a gyerek addig játhat ezekkel a tárgyakkal, ameddig akar. Ennek a befejező szakasznak már az a funkciója, hogy feloldja a kísérleti helyzet feszültségét. Nos, a vizsgálat alapkérdése az volt, hogy a frusztrációs helyzetben mennyire változott meg a gyerek tevékenységi színvonala a kötetlen játékhelyzethez viszonyítva. Az eredmény félelmetesnek bizonyult. A frusztrációs helyzetben a gyerekek egész magatartása visszaesett. Az 5 éves gyerek a 3 éves színvonalán játszott. A 3 éves úgy viselkedett, úgy játszott, mintha másfél éves lenne.
Emellett a frusztrációs helyzetben a gyerekek dühösek lettek, agresszívek, gorombák, erőszakosak. Erről a kísérletről mindig eszébe jut az embernek, a gyerekek agressziójáról, az elvesztett, a hozzáférhetetlen játékszerek láttán József Attilának két sora, egy súlyos gyerekkori frusztrációt, éhezést felidéző verséből, mint déli gyümölcs kirakat üvegét öklével a vágy, ha bevágja. Igen, valóban erre emlékeztet, erről is van szó. Azokban az agressziókban, amelyeket a frusztráció vált ki, valóban a vágy az, amelyik bevágja a kirakat üveget. A modern lélektan egyik legjelentékenyebb felismerése volt ez, hogy a cselekvésben való akadályoztatás, a frusztráció felborítja viselkedési mintáinkat, kínos feszültsége agresszív kirobbanásokhoz vezet. Egy példát mutatnánk be. Egy 13 éves fiúról van szó, aki először felidézi egy 10 éves kori kellemetlen emlékét egy pszichológussal folytatott beszélgetés közben. Hallgassuk meg és figyeljük meg a hangvétel érzelmi feszültségét, ami jelzi azt, hogy valóban hiteles felidézésről van szó. Nagyon megáztam, mert nem vittem magammal a sülköpönyöt, nem gondoltam rá. Rohantam a buszhoz, felugrottam, de leültem, és akkor még utána felszállt még ez a néni. Esernyővel jól felültözve, egész hátulról ügetett még oda, hogy azt kiabált nekem, hogy így meg úgy milyen udvariatlan gyerek vagyok, hogy nem adom át a helyemet. Azt mondtam neki, hogy néni nézzen rám, aztán majd megítélheti maga, hogy mit fogok most csinálni. És akkor ültem tovább. Én átadtam volna neki a helyemet, gondoltam is rögtön rá, de ahogy elkezdett, szóval rögtön olyan hangon, hogy veszekedésre állt a dolog, akkor már elhatároztam, hogy már csak azért sem adom át. Azzal nénivel még egyszer találkoztam buszon, akkor már nem szólt egy szót se, és akkor átadtam egy fiatalabb nőnek a helyemet, de már voltak két szatyó, és mind a két kezetemre volt. És bebizonyítsam, hogy nem udvariatlan vagyok, csak hogy nekem velem erőszakosan akarja elvenni a helyemet, akkor, vagy valami ilyesmi, akkor én azt nem hagyom. A néni erőszakos volt. Ez ellenállást váltott ki a gyerekből, ezért viselkedett, saját megítélése szerint is helytelenül. Ehhez az emlékhez aztán a beszélgetések során számos régebbi emléket társított a gyerek, közülük egy óvodáskori emléket is, amelyben értelmetlen tilalom megszégyenülést váltott ki. Az egész óvoda együtt volt, és úgy tornáztunk. Nekem nagyon kellett vécéznem, és utána többen nem szerettek tornázni, én se. És azzal próbáltak kibúvót keresni, hogy kikéleckednek vécére, és akkor lemaradnak a tornázásról. De erre rájöttek egyszer, és akkor már alig engedtek ki gyerekeket, és engem se engedtek ki akkor. És hát a tornázás közben megviseltem. Szóltam. És mit szóltak? Fiam, miért nem kérdezkedtél? Mondtam neki, hogy kérdezkedtem, de arra nem szóltak semmit. S hány ilyen kínos akadályoztatás szövődik egybe, és határozza meg azt az inadekvát ellenállást, hogy a fiú nem adja át a helyét a néninek. Az ilyenfajta frusztrációs feszültségek át meg át szövik a gyerek mindennapos életét. Ez ismét visszavisz az én gyakorlás kérdéséhez. Mintha azt, hogy én vagyok, hogy én csak ugyan önmagam vagyok, a gyereknek újra meg újra igazolnia kellene. Maga akar öltözni, maga akar fölcipelni egy nagy csomagot a lépcsőn, be akarja vinni a konyhából a leveses tálat, arrébb akarja tolni a díványt. Nem ritkán bocsátkozik a gyerek ebben az életszakaszban, erejét és ügyességét meghaladó, sőt, a természeti törvényekkel összeegyeztethetetlen kalandokba.
függetlenedni szeretne? Kevésbé van már szüksége az anyjára, a szüleire? Nem erről van szó. Abból tudjuk, hogy nem elszakadni akar, hogy mennyire igényli még anyjának jelenlétét, hisz kétségbe esik, ha anyja hosszabb ideig van távol. Nem egyedül akarja csinálni, maga akarja csinálni. Kár egyébként, hogy anyanyelvünknek ezt a finom megkülönböztetését mi felnőttek sem veszük figyelembe, illetve csak ritkán. Amikor a fogást, a nyúlást gyakorolta, ott voltak körülötte a játékai a hempergőjében, és jó esetben kedvére babrálhatott egy kockával, vagy kedvére gyűrögethetett egy papírlapot hosszú percekig. De hogy maga öltözzék, hiszen alig tud még, és reggel mindenki siet, ki győzné ezt kivárni. A szülők, a nevelők most csak ugyan gyakrabban kénytelenek akadályozni, tilalmakat állítani, kénytelenek korlátozni a gyereket. Az akadályoztatásra pedig a gyerek többnyire düvel reagál. Viselkedése felnőtt szemmel valóban gyakran látszik nyakasnak, makacskodónak, akaratosnak. Nehéz is vele szót érteni, heves indulatai, olykor meglepőek, dühöngése érthetetlennek tűnik néha. Hát erre a viselkedésmódra mondjuk azt, hogy dacos. Most már sejtjük a magyarázatát. A dac indulatkitörés. Az indulat, amely most kirobban, a frusztrációnak, az akadályoztatásnak a feszültségében keletkezett. És azért is olyan gyakori éppen 3 és 5 éves kor között, mert a gyerek úgy gyakorolja az én csinálom élményét, az önállóság élményét, hogy nem tudja még ennek valóságszabta határait fölmérni. Kipróbálta ő a vágyott önállóságot és gyakran vallott kudarcot. Vagy azért, mert a szekrény bizonyult nehéznek, vagy pedig azért, mert anyja kivette a kezéből a vízzel teli fazekat. S a kudarc, haragod, dühöt vált ki belőle. Van-e kiút? A nevelőnek az a kiútja, hogy aránylag keveset tilt, és csak akkor frusztrál, amikor elkerülhetetlen. De a gyereknek is van egy fejlődésileg adott kiútja a dac válságából. Amikor Jánosnak azt mondta az anyja, hogy adjuk oda a csipeszt a nagymamának, a fiú ezt felelte, én fogom odaadni. Elfogadta a tilalmat, a lemondást az anyja kedvéért, és ezzel maga fogta ki a szelet a vitorlából. A tilalom és a parancs feszültségének elfogadással való enyhítése, megszelidítése megvédi az ént a nagy frusztrációktól, és egyben alkalmassá teszi újabb frusztrációk elviselésére. Igen, kétségtelen, ez a gyermeklélektan egyik legnagyobb tanulsága. Úgy is megfogalmazhatnánk, hogy az élet nagy zökkenőit a szeretet kapcsolat megenyhíti. Nagy dühök, belső feszültségek oldódnak fel az érzelmi kötődés melegében. Ennek egyik útja az, hogy a gyerek elkezd utánozni. Tudjuk, hogy a kicsik állandóan utánoznak, hiszen az utánzás segítségével jobban megértik a világot, jobban megtanulnak tájékozódni. Játék közben egy kicsi utánozza a vevőt, meg az eladót, az orvost, meg a beteget, a kutyát, meg az oroszlánt, a sofőrt, meg a pilótát, beleéli magát a mozdulatokba, a szavakba, és tulajdonképpen így érti meg ennek az egész sornak a tevékenységét, egy kicsit az egész világot. A 3. életév körül egyre inkább utánozza a gyerek a környezetének a közvetlen mindennapos viselkedésmódját. Jön a kicsi, és felteszi a papa szemüvegét, felteszi a papa kalapját, hordozza az aktatáskáját, bebújik az anyuka magas sarkú cipőjébe, abban jár, kell, csetlik-botlik a lakásban, illegeti magát a tükör előtt a nővére kabátjában. Mindezek utánzó hasonlulások, és lényegében indulatvezéreltek. A gyereket annak a vágynak a feszültsége fűti, hogy olyan legyen, mint anyja, apja, testvére, s maga az utánzás, a hasonulás oldja, csökkenti a feszültséget. Hiszen azzal, hogy a mamát utánozza,
egy kicsit oda varázsolja akkor is, amikor éppen nincs otthon. Távolléte így nem elviselhetetlen. Sőt, a nagy, a félelmetes apa is emberi arányokat ölt, ha tömött aktatáskájával a gyerek körbe sétál a szobába, ha felteheti roppant szemüvegét, ha használja a szavait, ismétli a véleményét. A hasonlulás révén az utánzott viselkedést magamévá teszem. Az utánzott vélemény vagy szokás az én véleményemmé válik, az én szokásommá. Ezt a folyamatot megpróbáljuk egy megfigyeléssel szemléltetni. Úgynevezett longitudinális megfigyeléssel, amely több évre terjed ki. A kislány neve Eszter. Közel 2 éves korában került abba a helyzetbe, hogy szabadon totyoghatott az apja szobájában. Már az első alkalommal, vagy valószínűleg ez lehetett az első alkalom, odamászott a könyvespolchoz, kiszedett egy könyvet, és elkezdett csúszkálni vele. Az apja, aki könyvbarát és zavarta ez a mozzanat, elvette a könyvet és visszatette a helyére. Másnap a gyerek ismét ott totyogott, ott csúszkált, megint odamászott, megint kivette a könyvet, és megint elkezdett vele mozogni, csúszkálni, rongálni egy szóval a könyvet. Az apa megint oda vett, szelid ember volt, tehát szeliden ment oda, szeliden vette ki a gyerek kezéből, és visszatette. A harmadnap ez ismét megismétlődött. Ekkor már az apa odafordult a gyerek felé, feltűnő, tiltó gesztust csinált az ujjával, és nyomatékosan mondta, nem szabad. A gyerek egy pillanatra odafigyel, majd kiveszi a könyvet, csúszkál tovább, az apja ismét visszateszi, szeretetteljes, mégis határozott, tiltott gesztus és szó kíséretében. És egyszer csak a gyerek utánozni kezdi az apa tiltó gesztusát és szavát. Utánozza, de a könyvet éppen úgy kiveszi, mint azelőtt. Tehát a tiltó gesztust is beépítette a játékába. És ekkor bekövetkezik a fordulat. Egy nap a játékból kimarad maga a tiltott dolog a csúszkálás, és nem marad benne más, mint maga a tilalom. További néhány hét alatt a tiltószabályt teljesen megtanulta, és már akkor sem mászkált, csúszkált a könyvvel a kezében, ha egyedül volt a szobában. A történet azonban folytatódik. 3 év múlt el. Eközben a család olyan helyen lakott, ahol egyáltalában nem volt könyvespolc. Tehát a könyvvel való játék elsüllyedt. 3 év után új lakásba mennek. A szobában nagy könyvespolc van, ugyanolyan, mint a 3 évvel ezelőtti szobában. Eszter húga, a 2 éves Anna, oda totyog a polchoz, és kivesz egy könyvet. Ez úgy látszik minden gyereknek, amikor a második életéve körül van, ez a szokása, talán a könyvállványnak a felszólító jellege ez. Szóval odatotyog és kiveszi a könyvet. És ekkor Eszter, a nagyobb, feléje fordul, ujjával tiltó mozdulatot tesz, és nyomatékosan mondja, nem szabad. A hanghordozás és a gesztus ugyanolyan, amilyennel 3 évvel ezelőtt neki tiltották meg ezt a cselekvést. Teljes meggyőződéssel idézi fel a régen elfelejtett jelenetet. A folyamat, amelynek itt tanúi voltunk, az azonosítás. A jelenséget Freud leírásából ismerjük. Ismételten elhangzik egy tilalom, egy parancs, egy szabály, a gyerek ezt utánozza, esetleg játékot csinál belőle, így csillapítja az akadályoztatással fölkorbácsolt indulatokat, csitítja a tilalomkeltette kínos érzést. És így alakul ki. Nagyjából az iskoláskor kezdetére a viselkedési mintáknak az a stabil belső rendszere, amely a társadalmi követelményeknek megfelel. Az azonosításnak rendkívül nagy jelentősége van abban, hogy a gyerek egészséges emberré váljék. Fejlődési zavarhoz vezethet, ha a gyerekben nem alakul ki olyan érzelmi kapcsolat, amely fölkelti az olyan szeretnék lenni, mint anyám, mint apám vágyát, igényét. Fontos, hogy a gyerek stabil, állandó, szeretett
és méltán szeretett személyekkel azonosíthassa magát, s hogy ezek közvetítésével sajáthassa el a követelményeket, a társadalom értékrendjét. Foglaljuk össze hát az én tudat alakulásának ezeket a tapasztalatait. Azt az élményt, hogy én, azt a belső evidenciát, hogy én vagyok, hosszú fejlődéssel, tapasztalással szerezzük meg. És ennek a tapasztalásnak a lényege, hogy a másik tükrében látom meg magamat, a másik tükrében fedezem fel önmagamat. Ez a felismerés gyakorlást kíván. Az önállóságomat, az én tudatomat éppen úgy kell gyakorolni, mint a kézügyességemet vagy a beszédet. Csak hogy a gyakorlás akadályokba ütközik, az akadályok pedig a frusztráció kínos feszültségét keltik fel. Egy gyötrő feszültséget és az ebből fakadó dacreakciót azonban megenyhíti az azonosítás folyamata, amely egyben új tulajdonságokkal is gazdagítja a kialakuló ént. Ismét a másik a viselkedés mintája. A másik az a minta, amelyre az én formálódik. A másikhoz, a szeretett személyhez igazodva, őt utánozva, hozzá hasonulva, alakítjuk ki a belső szabályozás rendszerét, és már a harmadik életévtől kezdve így visszük rá eleven érzelmeinket szabályokra, elvárásokra. Így épülnek be énünkbe a társadalmi értékek, és így alakulnak érzelmi azonosításokból meggyőződésünknek első összetevői.